Székely meséket hallgatnak a gyerekek Bálint Mirtil mesemondó előadásában. Bonyhádon a Solymár Imre könyvtár minden évben szervez nyári tábort általános iskoláskorú gyerekek számára. 5 évvel ezelőtt szülői kérésre szervezték meg az első ilyen napközit, azóta hagyománnyá alakult. Van olyan fiatal, aki évek óta visszajár, azt mondja, mindig nagyon jól érzi magát. Azért szeretem ezt a tábort, mert nagyon régóta itt vagyok, itt vannak a barátaim, jó a baráti köröm, jók a programok, jók a tanárok is, hát vagy tanárok, akik vigyáznak ránk. Szeretem ezt az egészet. Jó a matrica rendszer is, lehet ugye gyűjtögetni különböző matricákat a jótettekért, és ezt a végén be lehet váltani különböző ajándékokra. Ez a rendszer is nagyon-nagyon tetszik nekem. Illetve szeretem azt, hogy tényleg van mozgás, kirándulás, el vagyunk látva programokkal, és nem unatkozok, pedig itt vagyok a nyár végén, lehetne pihenni is, de én ide jöttem, mert ez sokkal jobb választás volt szerintem. Fenyvesi Boginak is a tábor sokszínű programja tetszik a legjobban. Azért szeretem ezt a tábort, mert itt vannak a barátaim, és itt sok fénykép van, és sokat csinálunk dolgokat. Itt csináltunk olyat, hogy gyurmával csináltunk ilyen tárgyakat, meg ilyen szívecske díszeket. És le kellett fagyasztani, és akkor kész volt, és ma hozták el. A tábor programjai között szerepelt az is, hogy Bálint Mirti közreműködésével, a székely mesékkel és a rovás írással is megismerkedhettek a gyerekek. Tavasszal végeztem egy mesemondó tanfolyamot, ami indukálta ezt az egészet. Mert székely meséket mondok, és így jött a székely rovásírás, és akkor ez göngyölődött tovább, úgyhogy belemélyedtem. Tanulni még nem tanultam, tehát iskolában, de már évekkel ezelőtt érdekelt, és foglalkoztam vele. Autodidakta módon állok most a dolgokhoz, viszont folyamatosan bővítem a tudásomat. Ez alatt a nyár alatt is így történt, mert hála Istennek több táborba beengedtek, több ilyen nyári táborba, és hát volt, ahol egy hétig voltam, tehát alkalom volt arra, hogy egy kicsit kibontakozzon a dolog. Volt, ahol csak egy napot voltam, ott annyira voltam képes, hogy megmutattam, hogy honnan merre, meg hogy miből hogyan, meg hogyha megkapja a gyerek a kezébe a rovás ABC-t, akkor onnantól kezdve ővé a világ olyan szempontból, hogy mennyire ambicionálható, mennyire lehet kedvet teremteni neki, és akkor ő utána azzal már szépen elboldogul, ezért mondtam azt, hogy az íráskészség az kell hozzá. Bálint Mirtil azt is hozzátette, hogy ugyancsak egy óra állt a rendelkezésére ahhoz, hogy a gyerekek belekóstoljanak a rovásírás szépségeibe, de talán ez a kis idő is elég volt arra, hogy felkeltse az érdeklődésüket a téma iránt. És arra gondoltam, hogy olyan sokat ülnek a gép előtt, és ha már ott ülnek, akkor valami jót keressenek. És arra gondoltam, hogy ha én itt fölkeltem az érdeklődésüket, akkor rá tudom ereszteni őket a számítógépre ilyen szempontból is. És még olyan terveim is vannak, hogy kialakítok egy levelezést, egy csoportot a gyerekekkel, mert 8-án kezdünk egy rovás csoportot itt a könyvtárban, egy héten egyszer, terveim szerint, és decemberig szeretném annyira fölhozni őket, annyira beindítani ezt az egészet, hogy utána ők már egyedül is tudjanak ezzel foglalkozni, ugyanis találtam olyan kiadványokat, amik rovás nyelven vannak írva. Tehát akkor ő már tud olvasni, könyvet olvasni. Az viszont fontos, hogy írni tudjon. Már. A könyvtár épülete és a körülötte elterülő kert ideális környezet a gyerekek számára, így a tábor során is több helyszínen többféle foglalkozást tudtak a szervezők lebonyolítani a fiataloknak. A nyárzáró táborra olyan programot szerveztünk, ami inkább kinn a természetben vagyunk. Sajnos hétfőn ugye az eső miatt bekényszerültünk a könyvtár épületébe. Ittben vetélkedőket, csapat feladatokat
adtunk a gyerekeknek, volt ügyességi verseny is, sztorikockát készítettek a gyerekek. Voltunk Váraján az ifjúsági táborban, ott ebéd után a gyerekeknek a felső játszótéren kincskereső játékot szerveztünk, aztán elmentünk le a tavakhoz kirándulni egyet, megnéztük a tavak élővilágát. A nyárzáró táborban első osztályos kortól egészen 8. osztályos korig vehettek részt a gyerekek, sok közülük állandó visszatérő, hiszen a változatos programokkal átszött napközi jó lehetőség számukra a kikapcsolódásra még az iskola kezdés előtt.